Számítástechnikai rendszeren egyesével vizsgálják át a választási iroda tagjai a jelölő szervezetektől beérkezett ajánlóíveket. Azt ellenőrzik, hogy valós szemét takar-e az ajánlás. Így az ellenőrzés során derült ki, hogy nagy meglepetésre az aláírás ellenőrzését végző iroda dolgozója tapasztalta, hogy egy ajánlóíven az ő neve, aláírása, személyi száma szerepel, holott ő ennek a jelölő szervezetnek ajánlást nem adott, és felismerte, hogy az aláírás nem az övé. Természetesen a munkatársaim erről egyből jegyzőkönyvet vettek fel, én pedig tájékoztattam egy büntető feljelentés keretében a Paksi Rendőrkapitányság vezetőjét a büntető törvénykönyv 350. szakaszában ütköző választás tisztasága elleni bűncselekmény esetleges lehetőségéről. Addig, amíg a körülmények nem tisztázódnak, nem kívánják nyilvánosságra hozni sem a jelölő szervezet, sem a jelölt nevét, nem szeretnék, hogy a kampány részévé váljon az eset, tájékoztatott a választási iroda vezetője. Arról, hogy bűncselekmény történt-e, vagy csak provokáció, rendőrségi vizsgálat dönt. A dolog jelenlegi vizsgálata alapján a jelölő szervezetet és a jelöltet ez úgy néz ki nem érinti, mert ettől függetlenül nagy valószínűséggel az ellenőrzés lezártával meg fogja szerezni az induláshoz szükséges ajánlásokat. A jelölt ajánlásokat március 3-áig lehet leadni a választási irodákban. Még aznap 16 órakor a helyi választási bizottság Tolna megyei 3-as választókerületében kisorsolják azt a sorrendet, amely alapján a jelöltek a szavazó cédulán szerepelnek majd április 6-án.